gyöngyösi családi szörtmanufaktúra vagyunk, Gyöngyösről jöttünk, Mátra lábától, saját termelésű, termesztésű gyümölcsök, virágok felhasználásával csinálunk szörpöket, illetve gyűjtött, ami például csipkebogyó, vagy bodzavirág, akácvirág. Magas gyümölcstartalommal készülnek, illetve mindegyik üveg, ami benne van, ami rá van írva, az van benne, szóval csipkebogyóba csak csipkebogyó van, szilvába csak szilva, szederbe csak szeder, nincsen felütve sütőtökkel, vagy bodzabogyóval, vagy nem is tudom mivel szokta, almával. Már régóta, családi fogyasztásra már elég régóta csináljuk. Mióta eszemet tudom, hogy ugye nagymamák, aztán szülők, és akkor hát vittük ajándékba, mindig ugye ezt vittük, és nagyon sok biztatást kaptunk, vagy aki nálunk ki volt, hogy elég jók a termékek, mert tényleg benne van a szívünk, lelkünk, ugye mint amikor magának csinálja az ember, na, ugyanezek találhatók itt, és mi is ugyanezeket isszuk, nincs olyan, hogy külön a eladásra, külön a nekünk való fogyasztásra, nem ugyanazt esszük, isszuk, mint amit kihozzuk. Nagyobb lökést adott a biztatás, illetve hogy fogytak, és akkor hát kis manufaktúra vagyunk, nem sok üveggel csinálunk, azt így el tudjuk adni. Szimpla piacban, a 7. kerületben, a Kazinci utcában, akkor itt, fesztiválokon, rendezvényeken, agglomerációba szoktunk mi is menni pár helyre, Biatorbágyra, Diósdra, Nagykovácsiba, Gyöngyösön, hogyha vannak ilyen magyarok vására, vagy hasonló rendezvények, azokon szoktunk részt venni, vagy meghívnak, most már hála Istennek egyre többen hívnak meg, vagy többet hívnak meg, most is megyünk fel a Millenárisra, erre a farsangra, kik kóstolták nagyjából, többségnek ízlik.